Emlékszem erre a Scoutland béli látogatásunkra, amikor a rekkenő nyári kánikulában egy vízparti helyen délután a legnagyobb forróságban 2,5 órán keresztül tartott a fórum, mert annyira élvezték ezt a témát, illetve annyi kérdés mozgott a fiatalokban, hogy nem győztük megválaszolni, és végül mi küldtük be őket a vízbe. Itt ül velem most a Fiatalok az Életszolgálatában közösség mostani aktív tagjai közül 3, Sisákné Weber Orsolya, aki már 5 gyermekes édesanyja és a kisbabája kint várakozik az előtérben. Aztán itt van Mayer Dávid, aki szintén elvégezte a képzésünket ebben az évben, és Ótlik Ágostházi Réka, aki szintén egy kisbabával érkezett, csak ő neki az első gyermeke született meg ebben az évben, és várandósan vitte végig ezt a képzést. Titeket mi hozott ide erre a képzésre? Honnan hallottatok róla, miért akartatok csatlakozni? Engem egy szórólap fogott meg, már nem is tudom milyen rendezvényen találtam rá erre a szórólapra, vagy kezembe nyomták, elolvastam, és így azt éreztem, hogy hát én ezt kerestem, nekem pont egy ilyen közösségre van szükségem. És aztán eltelt egy kis idő, és amikor erősödött a hívás, akkor megkerestem Ilonát, hogy én szeretnék csatlakozni. Dávid? Engem egy kedves ismerősöm hívott a közösségbe, és azért csatlakoztam, mert előtte már elég sokszor találkoztam a témával, és foglalkozhatott, és úgy voltam vele, hogy jó lenne ilyen rendszerezett ismereteket szerezni. Uh-huh. Orsi? Én az életvédőkkel már régebben találkoztam, és így Ilonával is, és amikor egyszer feltetted ezt a honlapra, ezt a képzést, akkor gondoltam, hogy mint majdnem végzett szülésznő, ez közelebb áll a szívemhez ez a terület, hogy itt hát aki tudok pontokozni, és tehetek valami igazán jót. És sokunk tapasztalata egyébként, hogy halljuk az ilyesfajta történeteket, belefutunk olyan beszélgetésekbe, ahol kellene segíteni valakinek, aki az élet témájában gondolkodik, de nem nagyon tudunk mit mondani. És ti is mondtátok, hogy találkoztatok pár ilyen történettel. Van ilyen konkrét sztori, amikor benne voltatok egy helyzetben, és kellett volna a muníció, hogy beszéljetek, mit mondjatok? Nekem hirtelen az jut eszembe, hogy egy több éves barátság után egyszer csak az egyik barátnőm kibökte, hogy egyébként ő az ő élete felől az anyukája gondolkodott. És hirtelen én lefagytam, és nem tudtam neki mit mondani, hogy sajnálom, vagy örülök, vagy mit is kell erre mondani. És akkor nagyon sok mindent megértettem az ő gondolataiból és a személyiségéből. Uh-huh. Nektek volt ilyen helyzet, amikor úgy éreztétek, hogy kellene valamit tanulni, mert nem tudom megvédeni az álláspontomat, vagy olyan helyzetbe kerülök, hogy érvelni kellene, és nincs mivel? Nekem gimnazista koromban volt úgy, hogy amikor ez a téma följött, bár egyébként nagyon kevésszer jött föl, ami már szerintem alapvetően egy probléma, akkor nem biztos, hogy úgy tudtam az egyébként általam hitt elvek mentén kiállni, ahogy az kellett volna. És akkor éreztem, hogy jól lenne magam belásni, de mondjuk idő vagy egyéb okok miatt ezt nem tettem meg, és aztán úgy voltam vele, hogy amikor jött ez a képzés, akkor nagyon örültem, hogy végre itt egy lehetőség, hogy most úgymond szakmai berkeken belül, meg hasonló emberek között ezt meg tudom tenni. Amúgy nem szeretem azt, hogyha valakinek pont azért örülünk, mert egy területen ő speciál nő, vagy ő speciál férfi, de tényleg a FIS közösség elmúlt 10 évében azt tapasztalom, hogy nagyon kevés fiú jön be hozzánk, mert valamiért a fiúk azt gondolják, hogy ez női téma, ez a lányok ügye. Te éreztél ilyet, vagy láttál ilyet, vagy gondoltál ilyet, hogy ez inkább a lányoknak való? Abból gondoltam azt, vagy abból éreztem azt, hogy a közösségünk tagjának a többsége nő vagy lány, és ilyen szempontból én is ezt egy kicsit problémásnak érzem, mert ez egy ősztársadalmi kérdés, vagy ha úgy tetszik, ez egy ősztársadalmi probléma, és szerintem ezt ősztársadalmilag kéne férfiaknak és nőknek kezelni, nem pedig csak nőknek. Hm. És szerinted mennyi múlik a fiúkon ebben a kérdésben? Hogyha egy lány terhes mondjuk, és hogy a fiú hogy áll mellette, vagy mondjuk egy fiúnak, akinek a barátnője terhes, annak a barátja mit mond neki, vagy mivel támogatja? Szerintem nagyon sok múlik azon, hogy amikor egy ember mondjuk akaratán kívül terhes lesz, és krízis helyzetbe kerül, akkor mennyire támogatják a körülötte állók, és az egyik legfontosabb talán a barátja ennek a krízishezben lévő nőnek, és hogyha a barátja nem áll mellette, akkor lehet, hogy ez lesz az egyik fő ok, amiért mondjuk úgy dönt, hogy abortuszt szeretne végezni, holott nem biztos, hogy így döntene, hogyha a támogató barátja vagy párja lenne. Úgyhogy szerintem nagyon fontos. Uh-huh. Hogy látjátok ezt?
a lányok oldaláról, hogy mit számít az, hogy egy fiú mit mond. Mert hogyha egy lány fél, akkor könnyen mondja azt, hogy oké, te szeretnéd, hogy megszüljem, de nem a te életed fog rámenni, nem a te karriered, nem a te tested, nem a te szégyened, stb. Stb. Egy gyerek mindig közös döntés. És szerintem egy apa ugyanúgy ki tudja venni a részét, ha nem is a várandóságban, hanem utána, sőt a szülésnél is. Sőt, igazából a várandóság alatt is vannak olyan dolgok, amiben abszolút, és kell is, és nagyon jó, hogy egy olyan társ van melletted, aki végig nem csak lelkileg, de testileg is tud támasz lenni. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy igenis, és kellenek azok a férfiak, akik felnőnek ehhez a feladathoz, és azt merik mondani, hogy jó, nyilván nem így szerettük volna, nem ez volt a cél, de ha így alakult, akkor oda tudom tenni magam, és apává tudok válni. Igen, csak ugye ez, amit mondasz, ez abban az esetben érdekes, amikor van egy stabil párkapcsolat, ami mondjuk még nem házasság, de azért már úgy együtt vannak, vagy hosszabb távon terveznek, de nagyon sok baba csúszik be teljesen random kapcsolatból. Egy ilyen rövid együttjárásból, vagy még az sem. És ott egyáltalán nem érvényesül ez a szempont, és ott tényleg kérdés, hogy a fiú mit tud felvállalni, most nem fogja azért feleségül venni, mert volt egy éjszakás kaland, vagy két hónapig jártak és szexeltek, és becsúszott a baba. Szóval ilyenkor mit tud hozzátenni egy fiú? Ráadásul a lány nem szeretné, hogy benne legyen a srác az életében. Én azt gondolom, hogy ha nem is maradnak együtt, akkor is a fiú tud mondani annyit a lánynak, hogy képes vagy rá, és hogy gondold végig azt, hogy itt két életről van szó, a tiédről, és még valakiéről, és szerintem nagyon sokan tapasztaltuk, hogy a félelem az elveszi az embernek az eszét teljesen, és ha csak egy vékony hang azt mondja, hogy képes vagy rá, akár a fiú, akkor már ez segít a döntésben. De támogatni anyagilag tudja? Szóval attól, hogyha igen, nem akarja, hogy részt vegyen az életében, mondjuk ez számomra furcsa, hogy ha egy döntés megszületik, akkor ő neki részt kell venni az életében, hisz az ő gyereke is, nem csak a női. De ha más nem, anyagilag tudja támogatni, és szerintem kell is. Mind a hárman elvégeztétek a képzést, amit mi úgy nevezünk, hogy 9 hónap az életről, és hát ezt a nézőknek mondom, hogy abból áll ez a képzés, hogy szeptembertől májusig pont 9 hónap van, és pont végig tudjuk képzeletben követni a baba fejlődését. Tehát szeptemberben elkezdjük a fogantatásával, és májusban pedig megláthatjuk, hogy a megszületett baba milyen lesz, és a közte lévő időben pedig folyamatosan követjük, hogy milyen van, milyen fejlődik, mit tud. De nem csak erről tanulunk ezen a képzésen, hanem arról is, hogy milyen határterületek segítik, vagy övezik a magzati fejlődést. És hát ez 9 téma, amit szeptembertől májusig szintén végigcsinálunk, ezt a fiatalok megtanulják, azután le kell vizsgázniuk, és miután levizsgáztak, a végén jön egy szülészorvos a hétvégénken, és elmesél mindent a születésről, tehát megszüljük a babát, akit 9 hónapig képzeletben hordoztunk. Majd beszélni fogunk a 9 témáról is, de először szeretném megkérdezni tőletek, hogy nektek például melyik volt a kedvenc témátok ebből a 9-ből? Nekem az örökbefogadás volt a kedvenc témám, mert azt gondolom, hogy ez az egyetlen jó megoldás, ha az anyuka nem szeretné maga felnevelni ezt a babát, de életet akar adni a gyerekének. És lesz is majd szó még erről, Orsiék történetében. Igen, a felvezetőben elfelejtettem mondani, hogy lesz még egy történet, egy csodálatos örökbefogadásról, ezt nagyon várjuk már. Igen. Neked Orsi, nekem is volt? Nagy élmény neked volt az örökbefogadás, de igazából nekem különleges volt, mert én majd, hogy nem ugye szeptembertől és áprilisban született meg a kisfiam, és tényleg az a tudat, hogy így együtt várja az egész csoport Rékával együtt a babát, és akkor minden ilyen kezdő alkalmon, amikor a Margit elmesélte, hogy most hanyadik hétnél tartunk, miket is csinál a babánk, és ugyan tanultam róla az egyetemen, és pontosan tudtam, hogy tényleg mi, de jó volt ezt így közösen átbeszélni, és jó volt így, amikor így rákérdeztek, hogy tényleg, Orsi, érzed már? Tényleg ez, jaj, kicsit jó érzés volt nagyon. Számomra ez azért döbbenetes, mert te szülésznő vagy amúgy. Most otthon vagy a gyerekekkel, de szülésznőként, és úgyhogy már az 5. babát várod, még mindig számított, hogy konkrét információkat tanulsz a babáról. Igen.
mert minden várandóság egyedi, minden kismama másképp éli meg a várandóságát, és minden gyerek egyedi. És itt fontos kihangsúlyozni pont ezzel kapcsolatban, hogy az a baba, aki megfogan, az egy egyedi és megismételhetetlen gyerek, és soha nem kapott vissza. Úgyhogy igen, mindig öröm. Dávid, a te kedvenc témád? Számomra a kedvenc téma aztán a születés volt a vizsga hétvégénken. Nagyon tetszett, hogy az orvos, a szülészorvos, aki eljött közénk, mesélt az egész témáról, elég sok új információt hallottam. Attól függetlenül, hogy ezt biológiából is sokat tanultuk, illetve azért ez talán a legköztudottabb része a 9 témájának a kurzusnak. Úgyhogy ezt én nagyon élveztem. Engem mindig nagyon megdöbbent az abortusz alkalom, ami már a 4. alkalom szokott lenni, ha jól számolom, és addigra már a 4. hónapja követjük a baba fejlődését. Nyilván abortuszt a 3. hónap végéig lehet végezni Magyarországon, de már a 3. hónapig is annyi minden történik a babával, és olyan hatalmas építkezés, egy olyan hatalmas teremtő munka van az édesanya méhében, vagy amikor elkezdünk arról beszélni, hogy az abortusz orvosilag, technikailag hogyan zajlik, akkor az kifejezetten egy ilyen szomorú, gyászos alkalom, és én például azt tapasztaltam, hogy fiúkat nagyon erősen megérintette ez, és volt olyan fiú a közösségünkben, aki azt mondta, hogy a képzés elvégzése után egészen másképp nézett a lányokra. Mert hogy úgy érezte, hogy ez egy csodálatos méltóság, hogy a nők kihordanak egy kisbabát. Tehát ez egy nagyon szép, pozitív mellékhatása ennek a képzésnek. Bár van egy alkalmunk a párkapcsolati kérdésekről is, ami egy nagyon nehéz téma abból a szempontból, hogy a párkapcsolati tisztaság kérdése nagyon megosztó, és most már keresztény körökben is nagyon sokan vitatják, hogy tartható-e. Mit gondoltok erről, mit tudtok erről mondani? Én igazából tapasztalatból mondom, hogy fantasztikusan sokat tud építeni egy kapcsolaton, ha a fiú és a lány időt szán egymásnak a megismerésére. És hogyha a szexualitás hamar belép, akkor ezekre egyszerűen nem marad idő és tér. Nekünk azt hiszem, hogy azt, hogy jól döntöttünk egymás mellett, és egyáltalán el tudtunk köteleződni, annak ebben nagyon nagy szerepe volt. Én úgy gondolom, hogy ez a kérdéskör ez talán megosztóbb, mint valaha volt így keresztény körökben is, és én a hagyományos értékrendet képviselem ezen belül, és azért gondolom így, mert szerintem nagyon fontos az, hogy választ az ember, kit választ, és ez elég erősen tudja befolyásolni azt, hogy ki mellett marad meg úgymond az ember is. És azért, hogyha a házasságról beszélünk, azért nem mindegy, hogy az ember kivel éli le azt a 40-50 vagy akárhány évet, és szerintem, hogyha két ember tisztaságban él házasság előtt, akkor ez nagyon sokat tud ahhoz hozzáadni, hogy a megfelelő pár találja meg magának az ember, és esetleg olyannal van együtt, aki nem megfelelő, az könnyebben el tudja engedni. Mondjuk fiúk számára óriási a kísértés, mert a lányok adják magukat. Hát attól függ, de egyet tudok érteni alapvetően. Orsi? Tényleg nehéz kérdés, pláne, hogy nekem már azért vannak nagyobb gyerekeim is, és elő-elő jön az osztályba a téma, még ha az én gyerekeimet nem is annyira. Én is azt gondolom, amit megtanultunk ott, olyan nincs, hogy csak szex. Ez egy kötődési forma, és nem tudnak kellően kötődni. És azért nem tudnak kötődni, mert elveszítik a talajt a lábuk alól, és ez fontos, hogy megtanulják szerintem. Ígértük, hogy felsoroljuk a 9 témát, amit ezen a képzésen feldolgozunk. Ahogy mondtam, a párkapcsolati kérdésekről van szó, ezután a társadalmi gondolkodásról, mert az nagyon fontos, hogy milyen társadalmi környezet, milyen társadalmi tudat veszi körül ezt a kérdést. Ezután van a fogantatás orvosi szemmel, hogy mikor is lesz az ember, mikor kezdődik az ember élet, ez az egyik legszebb alkalom a baba első napja. Azután van egy karácsonyi alkalmunk mindig, amikor karácsonyra készülünk, és ezután következik a baba utolsó napja, az abortusz technikai részei. Beszélünk a jogi kérdésekről, a jogi szabályozásáról, az abortusz jogi szabályozásáról és a politikai döntéshozás nehézségeiről ebben a kérdésben, hogy ez mennyire megosztó az egész világon. Azután szó van a pszichológiai kérdésekről, az anyuka lelki állapota abortusz után, a CVS védőnő segítő munkája,
illetve az örökbefogadás kérdései. Erre a képzésre egyébként lehet jelentkezni, a közösségbe is nagyon nagy szeretettel várjuk azokat, akiket érdekel ez. Csak a Facebookot együttazéletért.hu címre kell írni, vagy a Fiatalok az Élet Szolgálatában közösség Facebook oldalán, a Messenger feliratire írtok egy üzenetet, akkor válaszolunk és megismerkedünk bármelyik fiatallal, aki szeretne hozzánk csatlakozni. Úgyhogy ez egy nagyon szép munka, nagyon izgalmas, és a mai délelőtt során még nagyon sok történet fog fölmerülni, és a következő témák kapcsán is itt lesznek a közösség tagjai a stúdióban, és együtt fogunk beszélgetni a különböző kérdésekről.